A családalapítás és az idősek támogatása elválaszthatatlan egymástól, ezt mondta az ifjúságpolitikáért is felelős helyettes államtitkár. Illés Boglárka az Idősek Világnapja alkalmából a Fiatal Családosok Klubja konferenciáján azt mondta, a kormány minden életszakaszban támogatja az embereket a bölcsödétől egészen a nyugdíjas korig. Király Nóra, a rendezvény szervezője pedig azt mondta, hogy a nagyszülők egyszerre végeznek értékteremtő és értékadó tevékenységet, szervezett tagjai pedig őszintén hiszik, hogy a harmonikus családi életnek az idősek is kulcs szereplői. Célunk ezzel a konferenciával az volt, hogy a fiatalok, a családosok mellett a nagyszülőkhöz, az idősebb emberekhez is szóljunk, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen fontos az, hogy a generációk, akár az egészen kisgyerekek, felnőttek, a középkorúak és az idős emberek is együtt szövetségben tudjanak gondolkodni, átadják egymásnak az ismereteiket, ez igaz mind a két oldalra, tehát hogy a fiataloktól tudnak tanulni az idősebb emberek, és fordítva az idősebb emberek tudnak tanulni a fiatalabbaktól.